népi viseletben hagyományos dallamokra táncoltak a bukovinai székelyek Budapesten. Az alkalom különlegessége, hogy a Magyar Kultúra napjához kapcsolódik, de egy fontos évfordulóról is megemlékeztek a résztvevők. 80 évvel ezelőtt történt ugyanis, hogy hazatelepítették a népcsoportot. 1941 tavaszán az akkor frissen húsvétkor felszabadult Bácskába telepítettek mintegy 14 ezer főt. Az egykori Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva, Istensegéds és Józseffalva lakóit, akik aztán Szabadka és Újvidék közötti területen mintegy 28 településen szétszórva telepettek le. Többnyire Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megye székely származású lakosai látogattak el a rendezvényre. Ők a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének műsorát láthatták, hallhatták. A tánc mellett énekes produkcióval is készültek, de történeteket is meséltek. Az előadásban számos hagyományt is megjelenítettek a fellépők. A csobányolás, a karácsonyhoz kapcsolódó történet is előjön, majd pedig ugye a megérkezés, és itt folytatódik a lakodalom, hiszen lakodalom kellős közepébe kezdődik a program, illetve a műsor, és ott folytatódik, hogy új hazát találva, illetve otthonra találva, beilleszkedve, ami hosszú időt vett igénybe. A jövőben tovább folytatják a programot, hasonlóan szeretnék majd bemutatni a székelyek szokásait. Ez az előadás egyébként a Hálaadás címet kapta, hiszen a hazatelepítés jubileumát ünnepelték a résztvevők, amiért, ahogy az elnök is fogalmazott, hálát kell adni Istennek.